Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, ahogy a címből is láthatjátok, ebben a videóban meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan szerkeztem az Instagram képeimet, ugyanis ezt a videót már nagyon régóta ígértem nektek, illetve nagyon sokan kértétek, és egy hajszállal mindig valami másik videó győzött, és most úgy gondoltam, hogy van egy csomó képem így az utazásról, még Horvátországról, és igazából így a szerkesztési stílusom is eléggé megváltozott, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan szoktam csinálni ezeket a képeket, és nem is húzom tovább a szót, kezdjünk bele a videóba. 4+1 alkalmazást fogok nektek mutatni, és ebből 3 az, amit rendszeresen használok most így az újabb stílusú képeimnek a megszerkesztésénél, és mindjárt láthatjátok itt oldalt a telefonomat. Szóval bemegyek, és van itt ez a kis mappa, és az első sorban láthatjátok azt a 4 alkalmazást, amit most szeretnék nektek megmutatni. Vannak itt más dolgok is, de ezeket nem igazán használom, például ez a ViscoCam, ezt nagyon sokan szeretik, viszont én abszolút nem ezt használom, hanem azt, ami ott a felső sorban van. És akkor kezdjük is ezzel, ami a Lightroom. Ugye a Lightroom az a Macintos gépeken egy program, viszont jó hír, hogy telefonra letölthető alkalmazása is van, és ez egy elég professzionális képszerkesztő, illetve igazából itt a színekkel tudsz nagyon játszani, szinte mindent be tudsz állítani. És az a jó, hogy ezt az alkalmazást nem csak iPhone-ra lehet letölteni, de Androidra is, illetve teljesen ingyenes, úgyhogy, mint hogy az összes többi alkalmazás is, amit majd mutatni fogok nektek, úgyhogy kezdjünk is bele. És itt van pár kép, és úgy gondoltam, hogy 2 fogok nektek így végigvinni a szerkesztés folyamatán. Az egyik ez a Vajdahunyadváros kép lesz, a másik az pedig a horvátországi utazásunk alkalmával készült egyik kedvenc képem. Úgyhogy most kezdjük is ezzel. És ahogy itt láthatjátok, alul vannak ezek a kis dolgok, amiket lehet használni ebben az alkalmazásban, viszont van itt ez a preset nevezetű kis gomb, ahol már előre beállított filterek vannak, amiket te csinálsz saját magadnak, és én most ezt fogom használni. Egyébként nagyon sokan kérdeztétek, hogy ez az új filter, amit a képeimre teszek, ez honnan van, vagy milyen filter. Nos, ezt én kevertem ki magamnak, ugyanis itt nagyon sok mindent, tényleg nagyon sok mindent be lehet állítani. Szóval itt tényleg nagyon részletesen lehet foglalkozni a különböző színekkel, és mindent be lehet állítani, és akkor kapsz egy ilyen effektet, amit végül is te csináltál saját magadnak, és ezt elmentheted effektként, és azt itt majd utána meg tudod találni ebbe a preset nevezetű részben, úgyhogy én most ezt fogom használni, és nem tökéletes még ez a filter, ugyanis mindenképpen egy kicsit máshogy működik, függ attól, hogy milyen a képen mondjuk a fényviszony, vagy hogy emberek vannak a képen, vagy valami tárgy, úgyhogy még nem tökéletes, de igyekszem. És itt általában az szokott lenni a probléma, hogy egy kicsit sötét, úgyhogy mindig így feljebb viszem a fényerőt rajta, és nagyjából ennyi, el is szoktam menteni, ez körülbelül 3 másodpercig tart, tehát végül is tényleg egy filter, csak ezt én kevertem ki saját magamnak, úgyhogy ti is nyugodtan játszatok vele, mert tényleg nagyon jókat lehet vele csinálni, így néz ki a kép. És akkor most tegyük rá ugyanezt a filtert, ugye erre a képre, ami eredetileg így néz ki, megint bemegyek ide erre a filteres részre, és itt van rajta. Viszont ennél a képnél láthatjátok, hogy a pólóm az teljesen belillult, vagy beszürkült, illetve ilyen kis umpa-lumpa színünk lett, úgyhogy ezt majd orvosolni kell, de ezt egy másik applikációba fogom megoldani. Itt is egy picit feljebb viszem a fényerőt, hogy ne legyen annyira nagyon sötét a kép, és nagyjából ennyi, már lehet is lementeni, és mindjárt rátérhetünk a következő alkalmazásra. Akkor a következő alkalmazás az a Snapseed lenne, rögtön második a sorban, és megnyitom, ugye itt a 2 kép, amit elkészítettünk, és akkor kezdjünk megint ezzel, a Vajdahunyadvárossal, és itt alul van az a rész, hogy eszközök, én innen szoktam használni ezt a szelektív nevezetű kis kört, amiben az a jó, hogy bárhova, ahova oda pöttyintem, azt a részt így be tudom állítani a fényerőt, a kontrasztot, hogy mennyire legyen telített, és be is tudom állítani, hogy mekkora részt öleljen fel az a kis pontocska, és általában itt mindent felfelé szoktam húzogatni, és ettől egy ilyen nagyon kis rózsaszínes, ilyen álomszerű dolog lesz belőle. És itt is egy picit így állítok rajta,
struktúrát azt nem mindig szoktam, azt a felhőknél szoktam, viszont itt szerintem egy kicsit túl sok lesz, úgyhogy mondjuk így visszaállítom, illetve itt a fák elől nagyon sötétek, úgyhogy itt is felhúzom a fényerőt, egy kis kontrasztot adok neki, és struktúrát. Egyébként a struktúránál én azt vettem észre, hogy ez is csak így élesíti a képet, szerintem ettől jobban néz ki. Ez a fa is nagyon sötét, úgyhogy itt is egy picit rádolgozunk, és hát nem tudom, kiélesítjük, mindjárt jobban néz ki, és persze magát a várat, mert hát mégiscsak az a legfontosabb, és szerintem így jó is lesz. Tehát ilyen volt, és ilyen lett. És ha még mindig nem vagyok elégedett, és szeretném, hogy még egy picit élesebb legyen a kép, akkor elmegyek erre a részletek menüpontra, és itt felhúzom szintén a struktúrát, illetve az élességet. És ettől tényleg így nagyon az arcodba ugrik a kép, úgyhogy általában itt ennyit szoktam csinálni, és lementem. És akkor, ha lementettem, akkor jöhet az a kép, amin a pólóm így nagyon beszürkült, és itt is ugyanazt a szelektív eszközt fogom használni. Beállítom, hogy mekkora sugárban változtassa meg ugye a színét a dolgoknak, és itt is felhúzom a fényerőt, a kontrasztot leviszem, a telítettséget is leviszem, és ezáltal elérem, hogy a pólóm újra fehér legyen. Illetve itt is van egy-két sötét rész, például nem tetszik nekem ez az út, hogy ilyen nagyon-nagyon sötét, és ezt is egy picit így helyre teszem, illetve így az ég is eléggé szürkés lett, úgyhogy ennek is adok egy kis telítettséget, és mindjárt sokkal szebb, illetve ezek a zöldségek, amik itt vannak mögöttünk, erre is kéne egy kis craft, úgyhogy nyomok rá igazából mindenképp teljesen más, úgyhogy ezt oda szoktam pöttyinteni, ahol éppen valamit ki akarok emelni. És mivel itt ilyen nagyon kis umpalumpás az embernek a bőrszíne, ezért arról is visszaveszek egy picit a telítettséggel, illetve a kontraszttal, és mindjárt sokkal jobb. És akkor az utolsó két applikáció, ez az LD nevezetű lenne, illetve a Picnic. Azt használom kevesebbet, viszont úgy gondoltam, hogy azt is megmutatom nektek, mert érdekes lehet. Viszont általában inkább ezt az LD nevezetűt szoktam még rátenni a képre. Akkor megint kiválasztjuk ezt a képet. És ahogy itt láthatjátok, itt különböző ilyen fények vannak, illetve tényleg mindenféle dolog, még felhők is vannak, illetve köd pontosabban, vagy eső, vagy havazás, és én általában ezt a narancssárgás bigyót szoktam így felhúzni ide a kép csücskébe, beállítom, hogy mekkora részen látszódjon, illetve itt különböző dolgokat is tudok rajta állítani, például mondjuk, hogy milyen legyen a színe, ha nem akarom, hogy narancssárgás legyen, akkor át tudom állítani, hogy valami egészen más szín legyen, de én mindig a narancssárgát szoktam használni, illetve hogy mennyire legyen fényes, vagy kontraszt, mennyire legyen rajta, elnézést. Tehetek rá különböző layereket, tehát még ennek a tetejére is tehetek valamit, és tényleg teljesen el lehet itt játszani a dolgokkal, de én általában csak ezt az egyet szoktam. És akkor itt van ez a Picnic nevű alkalmazás, amit általában nem szoktam használni. Ide vannak olyan képek, például ezen is, ahol nincsen semmi az égen, tehát nincsen felhő, és akkor be tudsz rakni egy ilyen hátteret, amiről le tudod venni így az effektet, jó, ez nagyon gicses, viszont van egy-kettő olyan, ami egész jól működik, én ezt szeretem például, és ha lehúzom róla az effektet, csak a felhőket hagyom meg a háttérben, akkor tök jól tud kinézni, és ilyen volt előtte, és ilyen utána, úgyhogy egyszerűen csak lementem, és kész. Szóval igazából ennyi lett volna, illetve van még itt egy ilyen alkalmazás, ahol meg tudom nézni, hogy hogy fog kinézni a kép, mielőtt még feltölteném Instagramra, szóval ide feltöltöm először, és akkor látom, hogy ezután mondjuk nem túl jól néz ki az a kép, és esetleg valami más nézek meg helyette. Szóval így szoktam megszerkeszteni a képeimet, ennyi lenne, igazából nem túl sok, elég gyorsan megy most már, hogy így megszoktam, hogy mi miután következik. A filterrel kapcsolatban pedig annyit, hogy amikor majd eljut egy ilyen tökéletes szintre, amikor is mindenképpen nagyjából ugyanúgy működik, akkor lehet, hogy elérhetővé teszem számotokra is, viszont ez még nem most lesz, ugyanis ahogy említettem, még nem tökéletes, de addig is van egy tippem számotokra, ugyanis szerintem sokan használjátok ezt a Visco nevezetű Visco Cam
alkalmazást, és ha Pinterestre fölmentek, akkor rengeteg ilyen képet lehet találni, ahol egy bizonyos stílusnak megfelelően megtalálhatjátok a beállításokat, és ezáltal ti is kaphatok egy ugyanolyan kinézetű képet. Menjetek fel Pinterestre és nézzetek körül, hogy mik azok a stílusok, amik tetszenek nektek, és tudom, hogy a Viszkokenben a filterek fizetősek, viszont hogyha nem akartok azzal bíbelődni, hogy saját magatoknak összeraktok egy filtert, akkor szerintem azt a pár száz forintot simán megéri, és ezzel is egy nagyon szép ilyen és ezzel is el tudtok kérni egy ilyen nagyon szép, összefüggő, kohézív Instagram feedet, hogyha nektek erre van szükségetek, de ha erre nincs szükségetek, akkor egyáltalán ne bíbelődjetek ezzel. Én is nagyon szerettem régen a színes képeket, most ilyen kedvem van, most ilyen narancsos képeket gyártok, amiknek, ha lássuk be, nem túl sok köze van a valósághoz, ugyanis minden megvan rajta szerkesztve, de nekem most így tetszik, úgyhogy ennyi. Szóval ez a videó mára ennyi lett volna, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, illetve kukkantsatok be Instagramra is, ha még nem tettétek, és találkozunk a következő videóban, ami egyébként Tájváról fog szólni, úgyhogy sziasztok!